Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a heti szakasz a Kabala tükrében. A mai téma, minek összetörni, ha baj van? Mózes és az összetört kőtáblák. Jön az igazgató, nem az igazgató, a hitközségi képviselő jön a zsidó iskolába ellenőrizni, hogy megy ott a tanulás, milyen szinten ismerik, elsajátítják az anyagot. Bejön az egyik osztályban, és gondolt, hogy felteszett kérdés, és a válaszokból fogja látni, hogy ki menni tud. Drága, kedves diákok, ki törte össze a kőtáblákat? Nagy csend. Vár egy pár másodpercet, azt mondja, diákok, kérdezzen, ki törte össze a kőtáblákat? Erre az Jossi, az egyik diák, azt mondja, kedves hitközség, megígérem, hogy nem én voltam. Én a szünetben nem is hagytam el a tantermet. A hitközségi vezető teljesen oda volt a választott. És odafordul a tanárhoz, no, mit mondasz erről a diákról? Azt mondja a tanár, Jossi egy jó gyerek. Ha ő azt mondja, hogy nem törte össze, és neki nem volt köze ehhez, el kell hinni neki. A hitközségi vezető már teljesen oda volt, hogy milyen tudatlanságról van szó itt. Elment az igazgatóhoz. És azt mondja, képzel el, mit történt. Bejöttem az osztályba, ami kérdezem, ki törte össze a kőtáblát. Jossi azt mondja, nem én, a tanár azt mondja, el kell hinni neki. Azt mondja az igazgató a hitközségi vezetőnek, hagyjál, mennyibe kerül ez a kőtábla? Az iskola majd meg fogja téríteni a kárt. Ez lett abból, hogy akarta tudni, hogy a gyerekek ismerik, hogy Mózes összetörte a kőtáblát. Az élet sokszor olyan, hogy valamikor csalódunk az emberekben, olyan emberek, akik közel vagyunk hozzájuk, ők fontos nekünk. És nagyon sokszor ez a nevelésben a gyerekekkel. Hát, valamikor ezt el kell ismerni, a gyerekek az nem mindig jól viselkednek, nem mindig angyalkák. Hát, valamikor szembe kell nézni a gyerek valami olyasmitet, ami nem helyes. És ilyenkor az a kérdés, el kell nézni, vagy fel kell rázni a gyereket, olyasmit kell csinálni, a gyerek tudjon, hogy itt valami nagyon-nagyon rossz dolog történt. Ezt a kérdést szeretném megvizsgálni ma, úgy, hogy egy kicsit elmélyülünk a heti szakasz történetében, talán akkor fogunk valami válaszhoz jutni. A heti szakaszban Mózes van az, aki nagyon-nagyon csalódott. Amikor ő megérti, hogy ez a nép, akit ő vezetett ki Egyiptomból, hát nem a legjobb. Ott, az Egyiptomban, mielőtt szabadultak, és miután szabadultak, olyan csodákat látták, ami a történelemben nem volt hasonló.
De igaz, ők elhagyták Egyiptomat, de az Egyiptom nem hagyott el az a szívüket, ott volt még mindig benne volt és benne volt a lelkükben még a bálványimádás. Ez olyan, mint az óvónő. Egy pár órára megy el az óvodából, és a gyerekek mit csinálnak? Mózes csak egy picik időre ment el, 40 napra ment el, erre mit csináltak a zsidók? Aranyborjút. És táncolnak körülötte, ez a te Istened, Izrael. Ezt látja Mózes, miután lejön az égből, 40 napig és 40 éjszakáig ott volt az égben, lejön a kőtábla, mit lát? Ott van a nagy tánc, hogy tessék, ez az Istenet. Mózes borzasztó rossz helyzetben volt, és a legszentebb tárgy, ami csak a világon létezett bárhol. Egy kőtábla, amit az Isten megalkotott, és szöveget írt rá, és minden vésett rá, és minden adatja Mózesnek, Mózes lehozja, és ez van Mózes keze, mit tesz Mózes? Összetöri. Összetöri. Még egyszer teszek a forrásokat, teszem be ide a kommentekben, hogy a vers szól, az első forrás a forrásokban, vagy hikesek a Ravel és volt midőn közeledett a táborhoz, és látta a borjút és a táncot, akkor felgerjedt Mózes haragja, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte azokat a hegy alján. Igen ám, itt az első kérdés az, első dolog, amit meg kell érteni az, hogy Mózes nem most tudta meg, hogy a zsidók készítettek egy aranyborjút bálványimádásra, még az égben. Az örökről ad neki a tórát, és azt mondja neki, Sihész Amcha, megromlott a népet, mert bálványimádásra mentek és készítettek aranyborjút. Szóval nem ez az, ami okozta Mózesnak, ha törjen össze a kőtáblát, mert akkor azt már lehetett volna összetörni korábban. Hanem az, hogy készítettek az aranyborjút, tánc és minden körülete, erre azt gondolod, figyelj, itt reménytelen. Reménytelen a helyzet. Új fejet az emberre nem lehet felrakni. Nézzük meg, mit mond a Sforno. A második forrás, a Sforno az egyik híres Tóra kommentátor a középkorban. Amikor látta, hogy mennyire örvendeznek azon a vétken, amit elkövettek, feldühített és elbizonytalanodott, hogy képesek lesznek-e kijavítani ezt a bűnt azzal, hogy őszinte megtérést gyakorolnak. És ezzel érdemeseké válnak a kőtáblákra. Teljesen elbizonytalanodott, azt mondta, reménytelen a helyzet. Ezek nem csak ott vétkeznek, hanem még boldogak és büszkek az egészre. Táncolnak. Hát akkor kicsit reménytelen a helyzet. Igen ám, de még mindig nem értető, hogy hogyan jön ide az összetörés. Egy ilyen drága, különleges tárgyat összetörni. Első dolog az, a zsidóságban mindig arra tanítanak, hogy nem szabad összetörni semmit. Mindig szoktak mondani, valaki összetör valamit, akkor a bibliai tilalmat hág át, báltashit. Báltak, és azt mondja, nem szabad elrontani egy érték, olyan valami, aminek van értéke. Olyan valaminek van értéke, az emlékszem, amikor gyerek voltam, azzal indokolt az anyukámat a leves vacsorán, meg kell enni, hiába azt mondtam, hogy ó, nem ízlik, a táskit. Mi? Értékes levelet kiönteni? Nem lehet. Neked meg kell lenni, nem ad. Jaj, mondja, jaj, hát gyorsan meg kellett enni, mert nem akartam átrágni a isteni törvény. Szóval itt Mózes összetöri a kőtáblát. És nem csak bármilyen tábla, egy szent
tábla, aminek további probléma van, mert a halakha azt mondja, nem szabad összetörni egy szent tárgyat, mert a Tóra azt mondja, nem szabad úttenni az Istenek, amit az ellenségnek. Azt jelenti, hogy nekünk el kell pusztítani a bálványokat, de szent tárgyakat nem szabad elpusztítani. Mózes itt nem csak egy értékes tárgyat összetört, hanem egy szent tárgyat összetört. És a legszentebb tárgyat, ami csak lehet. Most, ha Mózes annyira csalódott a zsidókban, annyira reménytelennek gondolta az egészet, akkor értető, nem fogja átadni nekik. De minek összetörni? Nézzünk meg, mit mond a Rabbeinu Bechaja, az utolsó forrás, az első oldalon. Megdöbbentő, hogy Mózesnak, Isten szolgájának és hűséges követőjének volt szíve ahhoz, hogy összetörje a kőtáblákat, melyekre az örökkévaló írt. Ha Izrael olyan bűnt követett el, mely méltatlanná tette őket a Tórára, akkor vissza kellett volna vennie tőlük a Tórát, és meg kellett volna kérdeznie Istent, hogy mit tegyen vele. Ez olyan, mint amikor egy húsvér király lepecsételt levelet küld hű szolgájával a birodalom minisztereinek, akik azonban nem akarják azt átvenni. Ilyenkor az várható el a hű szolgától, hogy visszavigye a levelet a királynak, nem pedig az a tiszteletlenül bánjon vele és összetépje. Az örök, hogy küldi a kőtáblát a zsidóknak, nem érdemlik meg most erre összetörni, add vissza az Istenek. Kérdezd meg az Isten, jó napot kívánok, mit kell tennem most, hogy szerintem nem érdemes ezt átadni a zsidóknak. Helyette Mózes összetöri. És nem csak az összetöri, hanem nagyon kemény szavakat is használ az Istenek. Ha nem bocsátasz meg a népnek, akkor töröl ki engem a nagy könyvből. A Barbanel, a híres spanyolországi híres biblia kommentátor, aki egyben volt a miniszter, azt mondja, kicsit úgy tűnik, mint a Mózes ma nem akar élni. Azt mondja, vége, töröld ki a nevemet, nincs érdeme élni, ha nem bocsátasz meg a népnek. De hát ez egy viselkedés. Erre fel kell nézni Mózesre. Mózes a mi mesterünk, és ha olyan bajba került, akkor vége, nem szeretnék élni tovább, töröld ki a nevemet, összetöri a kőtáblákat. Ha ez még nem elég furcsa, akkor van még egy még nagyobb kérdés. A Tóra mivel fejeződik be? Nézzük meg a második oldal első két forrás. Azt mondja a Tóra, ez az utolsó vers Dvarim könyve, Mózes 5. könyvében, és nem támad többé olyan oly proféta Izraelben, mint Mózes, akit ismert az örökkévaló színre-színre. És mind amma nagy hatalom, és mind amma nagy félelmetesség tekintetében, amit végzett Mózes egész Izrael szemmel láttára. Van valami kiemelve, amit Mózes végzett egész Izrael szemmel láttára. Mi volt ez? Mondja a Rási a következő bekezdés. Egész Izrael szemmel láttára a szíve azt diktálta, törje össze a kőtáblákat a szemük láttára, ahogy áll, összetörtem azokat a szemetek láttára. Isten pedig egyetértett vele, ahogy áll, amiket összetörtél, jól tetted, hogy összetörted. Vagyis a Tóra Mózes halála után 2-3 mondattal méltatja Mózest, mivel fejezi be ez a méltatás, és az a nagy dolog, hogy Mózes összetörte a kőtáblákat. Még akkor is, ha meg fogunk érteni, hogy miért volt Mózes olyan dühös, hogy képes volt összetörni a kőtáblát, hogy annyira kizártnak tartotta, hogy adni a zsidóknak, hogy inkább összetörni, akkor meg fogunk érteni, hogy valahogy megértjük Mózesnak a gyengeséget, hogy olyan ideges volt, hogy összetörte a tóblát. De ezzel nem lehet dicsérni Mózest, ez nem valami dicsérni való, hogy olyan dühös volt, hogy összetörte a kőtáblát. Azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy Mózes olyan tökéletes ember volt, valamikor képes volt olyan dühös lenni, hogy összetörni az isteni kőtáblákat. De nem. A Tóra dicséri Mózest,
azzal összetört a köd. Az örökkévaló azt mondja neki, nem azt mondja az örökkévaló, hát megértem, meg képes vagyok megérteni, hogy miért tört el össze a kőtáblát. Nem képes vagyok megérteni, hanem köszönöm, hogy összetörted. Jól tetted, hogy összetörted. Ezek szerint ez Mózes itt végig gondolta, és fontosnak tartotta, hogy és a legjobb dolognak tartotta most az a lépés, hogy összetörni a kőtáblát. Mi olyan különlegesebben? Ha ezt meg fogunk érteni, akkor talán egy kicsit meg fogunk érteni jobban, hogy mi az útmutatás ebben, hogyan kell viselkedni, amikor itt ilyen nagy csalódás előtt állunk. Ezen a szombaton két órában fogunk olvasni szombat délelőtt. Az elsőből a heti szakasz fogunk felolvasni, aminek a 80%-a az aranyborjú történetéről szól. Utána a második tórából fogunk olvasni a Parashat Para, a vörös tejnek a törvénye, ami arról szól, hogyan kell megtisztulni. Már mindjárt nézünk, hogy miből kell megtisztulni, hogyan kell megtisztulni az aranyborjú bűnéről. Igen, az aranyborjú bűneitől meg kell tisztulni, erről szól a vörös tejnek az előírása. Négy különleges szombat van itt egymás után, kettő már elmúlt, a harmadik lesz most szombaton, és utána lesz még egy. Az első különleges szombat volt a Skalim. Ugye mindezek a négy szombaton két órát veszünk ki a tórába, az nagyon különleges ilyenkor ott lenni a zsinagógában. Első különleges Sábeszen akkor olvastuk a fél sekelnek a törvény, minden zsidónak adományozni kellett fél sekel a szentély javára. A második különleges szombaton, az múlt szombaton volt Shabbat Zachor, emlékez Amalékra. Amalék volt az, aki ők voltak az első, Amalék népe volt az első, aki háborúzott a zsidók ellen. Erre emlékezni kell. Most pedig jön a para, a vörösternek a hamuja. Nézzük meg, mit mond a Talmud erre. A harmadik bekezdés a második oldalon. Azt mondja a Talmud, a sékelek fejezetét még az Ádár hónap új holdja előtti szombaton felolvasok, ez az első különleges szombat. A második szombat az a Zachor fejezeté, a harmadik szombat a vörös tejen fejezete, ami most lesz, a negyedik szombat az ez a hónap legyen nektek fejezete, ahol szó van az új holdról és a peszachi áldozatról. Ezt mondja a Talmud. Miért fontos most ezen a szombaton olvasni a vörös tejnek az előírása? Ugye a vörös tejen arról szól, hogy hogyan kell előkészíteni a vörös tehenet, és ebből meg tud tisztulni az, aki tisztátalan lett azért, mert temetőben járt, holttesttel közel volt, stb. Hogy jön ez ide Purim után Peszach előtt? Erre azt mondja Rási, a harmadik szombat a vörös tejen fejezete, ezzel figyelmeztették, ízen nem figyelmeztették, felhívtak a figyelmet arra, a megtisztulásra, hogy tisztán mutassák be a peszachi áldozatukat. Azt mondja, lényegében ezért felkészülés a peszachra. A peszach előtti napon, amikor állt a szentély, akkor be kell mutatni a peszachi áldozatot. Ha valaki tisztátalan, akkor előre kell készülni azzal, hogy megtisztul. Mivel kell megtisztulni? Vannak olyan tisztátalanságok, amire elég hogy a rituális fürdőben le kell merülni. Alámerülés a rituális fürdőben, és a másik dolog, ha egy komolyabb tisztátalanságot, holttesttel vagy ilyesmi, akkor a velestelnek, ezért kell ez most. Mi a negyedik? A negyedik szombat, ez a hónap legyen nektek fejezete, mert ott szerepel persze a szakasza.
Lényegében mielőtt be tudunk mutatni a Pesach áldozatokat, az legyen az alamerülés és a vörös teának a hamujával foglalkozni. Erre mire való ez a vörös teának a hamuja, honnan jön ez? Erre van egy érdekes midrás. A midrás azt mondja, az a következő bekezdés, utolsó előtti bekezdés a második oldalon a forrásokban, mi az oka annak, hogy minden áldozati állat hímnemű, a vörös tehén pedig nőstény, kérdezi a midrást. Erre az a válasz jön, egy példázat szerint egy szolgáló lány fia beszennyezte a király palotáját. Így szólt a király, hozzátok ide az anyját, hogy feltakarítsa a fia piszkát. Így szólt az örökkévaló, hozzátok egy tehenet, hogy engesztelést hozzon a borjúra. Ami azt lényegében arról van szó, hogy a túraadáskor, mintha megszűnt volna a zsidó léleknek a tisztátalanság. Amikor aranyborjút kész, a túraadáskor teljesen szent lettek, teljesen tiszták lettek. Örömborít készítettek, bálvány, meddag megint tisztátalan lettek a lelkükben. A vörös teának a hamujával megtisztulnak, és újra tiszták lesznek. Leszünk. Ez a vörös teának a mélyebb magyarázata. Most. Mivel akar a mostani szombat a Tóra olvasások, a minden kettő foglalkozik az aranyborjú történetével. A maga a heti szakasz a aranyborjú történetnek a leírása, és a második Tórából olvasunk a vörös ternak a hamuja, ami jön megjavítani és megtisztítani a helyzet az aranyborjú után. Akkor nézzünk meg, értsük meg ezt nagyon jól, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen különleges helyzetet. Most van egy történet, amit már többször meséltem, de most a történet picit más oldalról megközelíteni. A történet úgy szól, az 5. Lubavitchi Rebbe, aki 23 vagy 26 éves volt, az 5. Lubavitchi Rebbe és Rabbi Shalom Dovber, rövidítve a Rebbe Rashab, ő 23 vagy 26 éves volt, mikor az apja meghalt a 4. Lubavitchi Rebbe. Olyan fiatal lett ő a Rebbe. Jött hozzá egy haszid, vagy egy igazán egyszerű ember, valami nagy bajjal. Azt mondja, Rebbe, én nem tudok neked segíteni. Nem tudok neked segíteni. Az illető elment a Rebbétől, elment a zsinagógában, és nagyon-nagyon sírt, zokogva olvasta a Zsoltára könyvét. A Rebbenek volt egy bátyja, aki egy pár évvel idősebb volt nála, és nagyon rosszul esett. Mondja, ő emlékezett, hogy mindig, mikor jöttek emberek az apjukhoz, a 4. Rebbehez, akkor a Rebbe mindig tudott egy jó szót mondani egy összetört léleknek. De az, hogy valaki megy be egy problémával a Rebbehez, és kijön teljesen összetörve, ez valahogy nem stimmel. Erre bement a Rebbehez, az öcséhez, azt mondta, ez így nem helyes, ez így nem így kell csinálni. Erre a Rebbe végig hallottad, az ember össze van törve, azt mondja, össze van törve, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Mert valamikor nem lehet elmozdítani az embert a helyéről, annyira odaragadt, megfagyott, hogy valamikor kellett törést hozni benne, hogy tudjon elmozdulni a helyéről. Fel kell rázni őt, hogy tudjon elmozdítani a helyéről. Erre azt mondja a Rebbe neki, figyelj, nem tudok neked segíteni, az illető annyira összetört, azt mondja a Rebbe, most tudok rajta segíteni. Lényegében a Barbanel még ez is az aranyborjú történet, ez is ezt mondja az utolsó bekezdés a második oldalon. Azt mondja,
Ő pedig egy másik oldalról azt mondja, miért törte össze Mózes a kőtáblát a táborban, és nem a hegy. Ugye előbb arról beszéltünk, nem a hegy, az égben tett Mózes valamit, hanem megvárta, ameddig lejön. De most az a kérdés, amikor a hegyről lejött, akkor már is tudta, hogy baj van, mert Jósua már mondta neki. De Mózes várta, ameddig bejött a táborban, és akkor törte össze a kőtáblát. Miért? Azt mondja a Barbanel, nem a hegyen törte el a kőtáblákat, amikor értesült az aranyborjúbi minéről, hanem lent a táborban. Ugyanis a zsidók nem látták volna a kőtáblákat, és Isten félelmetes tettet, van egy gyönyörű szép kőtábla, Isten véste, és mindent tett, nem bánkodtak és csügettek volna annyira a kőtáblák összetörése miatt. Mert az ember lelkére sokkal nagyobb hatást gyakorol az, ha a saját szemével lát valamit, mint az, ha csak hallja egy közvetítőtől. Ezért kellett a saját szemükkel látniuk, amint összetörnek a kőtáblák. Ez volt Mózesnak a célja, összetörni a kőtáblát, ezzel felrázni a zsidók, hogy a legszent tárgyat összetöri. Miért? Mert olyan rossz, olyan nagy bűnt követtünk el. Wow, akkor ez a bűn tényleg nagyon nagy. És az ember, a zsidók ezt megértik, akkor el fognak indulni, indulni útra. Szóval nem az a dühös volt, és nem volt képes, a dühét a dühében nem volt képes uralkodni maga. Nem, ez direkt ezt csinálta. Nézd meg, Maimonides azt mondja, ez egy halacha, hogy ez a helyes, hogy valamikor kell ilyen szigorú lenni. Ma nem olyan népszerű, ma azt mondanak, hogy a tanárnak csak kedves kell, hogy legyen, vagy ilyesmi, de a halachában azt mondjuk, tényleg nagyon jó, hogy a tanár türelmes és kedves, vagy ilyesmi, de valamikor azt látja, hogy valahogy nincs térerő, teljesen elfogyott a térerő, és nem tud kapcsolatba lépni, akkor valamikor, ha szigorúan lép, akkor ez képes felébreszteni a diákot. Nézzük meg, mint mond Maimonides, a harmadik oldal első forrása. Mondja Maimonides, ha egy rabit tanítás közben nem értenek meg a tanítványai, ne dühödjön fel rájuk, inkább ismételje meg az anyagot, akkor több alkalommal is. Van az a történet a Talmudban, hogy volt Rabbi Preda, aki 400-szor szokott elmagyarázni valamit az egyik diáknak. És a történet tovább szól, hogy valamikor 400-szor, mikor befejezte, azt mondja, hogy a diák nem értem. Azt mondja, de 400-szor az elég szokott lenni. Igen, de láttam, hogy a tanár úr nagyon siet, és tartottam attól, hogy nem fogja tudni elég sokszor elmondani, ezért nem voltam képes megérteni. Azt mondta Rabbi Preda neki, nem, én nem sietek, én csak akkor fogok elmenni innen, ha meg fogod érteni, és megint előről kezdődött, megint 400-szor mondta. Szóval erre szoktak mondani, hiléli türelem kell ehhez, mert a hilel volt a türelmes rabbi. De, mondja Maimonides, ha azonban egyértelművé válik, hogy nem veszi komolyan a Tóra szavait, és figyelmetlennek, és emiatt nem értettek meg az anyagot, akkor köteles szigorúan bánni velük, és megfedni őket, hogy megjavuljanak. Erről mondtak bölcseink, bán keményen a tanítványok, az az atyák bölcs tanít. Valamikor keményen kell lépni. Valamikor kell úgy felrázni valakit, mert csak akar ébredt fel. Ritkán van, de egyszer láttam egy ilyen gyereket, akit nem lehetett felébreszteni, olyan mélyen aludt, hogy egyszer csak rázni kellett, hogy ébredjen fel. A Rebbe ezzel magyarázta, van egy talmudi történet, hogy egyszer, ki volt ez? Rabbi Elazar, aki Rabbi Shimon ben Yochai-nak a fia volt, ugye a Zohar a hétfő órán nagyon sokat foglalkozunk vele, mert Rabbi Simon és Rabbi Elazar.
Rabbi Elazar egyszer megy az úton, és látod mellette gyalogol egy csúnya ember. Erre odaszól neki, és azt mondja, te üres, te üres, te milyen csúnya vagy te? A te városodban mindenki olyan csúnya? Erre azt válaszol az a csúnya ember, azt mondja, mit akarsz tőlem? Menj el panaszkodni ahhoz, aki engem teremtett, vagyis az Istenhez. Erre, amikor ezt hallotta, akkor rögtön lejött a szamárról, és lehajolt előtte, és bocsánatot kért. Szóval ez egész dolog, elég, egész történet elég furcsa. Először olyan csúnyan besz, idézője, ugye, mert ugyanaz a szó, olyan csúnyan beszélni ezzel a csúnya emberrel, te üres, te milyen csúnya vagy, mit akartál ezzel elérni? És rögtön az élet azt mondja, menj el panaszkodni ahhoz, aki engem teremtett, akkor rögtön bocsánatot kért. Erre azt mondja Rebbe, itt a csúnyaság, itt a hangsúly a spirituális csúnyaságra. Azt mondja, te üres vagy, nincs benne semmi, nem láttak benne semmi spirituális szikrát. Te olyan csúnya vagy. Erre azt mondja az illető, te mit akarsz én tőle? Isten engem teremtett. Ezzel már Rabbi Elazar elérte a célját. Ő akarta felrázni ezt az embert, ezt mondta neki, te üres! Az illető fel is ébredt, és azt mondta, Isten engem teremtett. Abban a percben, hogy ő kapcsolódik Istenhez, akkor már elérte a célját. Bocsánatot kért neki, már semmi mondani valója nincs el. Ő nem akart őt szekálni, akarta ébreszteni őt, hogy tessék megkeresni a kapcsolatot az Istenhez, és ez sikerült is. Ez a forrásokban a harmadik oldalnak a utolsó három bekezdés. Érdemes ezt elolvasni, mert ott részletesen van írva. Szóval a Barbanel szerint ez a célja a kőtábláknak a az összetörésének, minél jobban értjük, hogy milyen különleges tárgy volt Mózesnak a közében a kőtábla, amit az Isten maga készített, és rávéste a szöveget, és a zsidók is megértettek, hogy milyen különleges ez a tárgy, akkor meg fogunk érteni, milyen hatás volt rájuk, milyen erős hatás volt a zsidókra, amikor Mózes összetört a kőtáblát. Hú! Akkor tényleg valami nagyon rosszul tettünk. És akkor ezzel sikerült őket elmozdítani arról a nagyon-nagyon-nagyon alacsony szint, ahova süllyedtek. Ez az egyik magyarázat, ami egy nagyon fontos magyarázat, de a Rebbe itt egy másik magyarázatot is mond. Van az a midrás, érdemes akár a negyedik oldalon el fogom olvasni a midrást. A midrás arról beszél, az Istennek két nagyon különleges dolog van ebben a világban. A Tóra és Izrael és a zsidó nép. Mondja a midrás, Tanat Béli Aurába. Két dolog van a világban, ami nagyon különleges az Istennek, a Tóra és Izrael. Mondja Eliáhu, ugye ez Eliáhu profétának a tanítása, de nem tudom, hogy melyik következik előbb közülük, melyik a fontosabb az Istennek, a Tóra vagy a zsidó nép. Azt mondtam neki, fiam, az emberek így mondják, hogy a Tóra az előbbre való, én, Eliáhu proféta, azonban azt mondom, Izrael előrébb való, hiszen ő azt mondja, a Tórában az van benne, hogy parancsod meg Izrael fiainak, mondd el Izrael fiainak. Az egész Tóra tele van azzal, rögtön szólt Mózes, az mondd meg Izrael fiainak. Azt jelenti, hogy a Tóra az jön megtanítani Izrael fiait, akkor azt jelenti, hogy Izrael fiai azok előbb vannak, és akkor a Tóra jön őket tanítani. Mihez hasonlít ez a dolog? Folytatja a midrás,
Egy király az, akinek fiai vannak, és van egy idős szolgája, aki a megfelelő viselkedésre tanítja a fiait, de ki az, aki fontosabb az a királynak? A gyereké. Erre most mit jelent ez valójában? A Tóranak az a célja, hogy a Tóra jön összekapcsolni minket, a zsidó népet Istennel. Ez a Tóranak a célja. Nem a zsidó népnek szerinti, hogy az Isten azért adta a Tórát a világba, azért van Tóra, hogy azt tudjon összekapcsolni minket az Istenen. Nem azért van a zsidó nép, hogy valaki tudjon a micvákat gyakorolni, hanem azért van Tóra, hogy a zsidókat közelebb hozni az Istenhez. Vagyis a zsidó nép az a cél, és a második cél az a Tóra, mert azzal tudnak a zsidók kapcsolatba lépni az Istenen. Ezt jelenti az, hogy a zsidók fontosabb valami. Most ez a fajta... Ezért, amikor Mózes azt látja, hogy nem tudja adni a Tórát a zsidóknak, azt mondja, akkor most kit kell megmenteni? Ugye, mert a Rási azt mondja, hogy a Tóra az olyan, mint a házasság levél. Azt mondja Mózes, ha szeretném megmenteni a zsidókat, el kell tüntetni a házasság levelet. Ha addig, amíg van házasság levél, akkor baj van, a zsidók félreléptek. Ha nincs házasság levél, akkor még szabadak a zsidók. Ami azt jelenti, hogy Mózes összetörte a kőtáblát, azért mentse meg a zsidókat. Ezzel mutatta, hogy a cél az az Izrael, és a Tóra jön segíteni Izraelnek. Ez egy nagyon fontos tanítás volt. A Tóra ezzel fejezi be, amikor akarja méltatni Mózest, hogy Mózes egy olyan vezető volt, hogy ő megtanította minket, hogy a zsidók az a cél. Most mi a különbség az? Mi a különbség, ha azt mondjuk, hogy a zsidó nép jön, azért vannak, hogy a Tórát tudjanak gyakorolni, vagy a Tóra azért van, a zsidó népet összekössen az Istenen? Ez egy nagyon fontos hazaállási kérdés. Az ember azt mondja, figyelj, az Isten elvesz tőlem az én életemet, azért, mert azt akarja, hogy teljesítsem a Tórát. Szó sincs erről. Az Isten azt akarja, hogy a te életed tökéletes legyen, és ezért adott neked a Tórát, hogy ezzel a te életed tökéletes lesz. Ha te nem fogsz a Tóra útján járni, akkor nem a Tóra lesz a hiányos, te leszel a hiányos. Mert a Tóra az a zsidókat jön nekik utat mutatni, és nekik segíteni az életben. Szóval ezért ha nem járunk a Tóra útján, akkor nem a Tóra a vesztes, hanem mi vagyunk a vesztes. Mi nem nyerünk vissza az életünket, mert nem akarunk átadni az életünket a Tórának, hanem az életünk nem lesz tökéletes, mert nincs meg nekünk a Tóranak az útmutatása. A nevelésben szintén ez nagyon fontos. Mi nem akarunk összetörni a gyereket, azért, mert akkor biztos, hogy helyes úton fogja járni, de közben összetört gyerek lesz. Nem. Összetöri Mózes a Tórát, hogy tökéletes legyen a gyerek. A gyerek legyen tökéletes, azt jelenti, Mózes nem hallgatta el, Mózes nem hallgatta el a nagy vétket, de Mózes nem összetörte a zsidókat, és a Tóra maradjon épp, hanem összetörte a Tórát, hogy ezzel elérte az, a zsidók értség meg, hogy mit kell csinálni, és a zsidó nép marad épp. Szóval a Tóra által tökéletes lesz a mi életünk, és nekünk mindent meg kell tenni, hogy a gyerek tökéletes legyen, és épp maradjon, képes legyen átvenni a Tórát, és a Tóra tudjon őt mutatni. Ezért ez egy olyan különleges dolog, hogy Mózes összetörte a kőtáblát, mert azt mondta, a legfontosabb az a zsidó nép, most össze kell törni a kőtáblát, mert ezáltal lesznek a zsidók tökéletesek. Szóval nem az életünk lesz tökéletes a Tóra nélkül, visszanyerünk az életet, az élet lesz mi leszünk a hiányosak, és az élet lesz a hiányos,
ha nem fogunk teljesíteni a micvákat. Ez az összetörésnek a célja. Szóval nem lehet képzelni az, hogy Mózes dühös volt, és ilyen különleges tárgyat összetört. Hát sokkal kisebb ember, mint Mózes, és ilyen embertől elvárunk, hogy akármi lesz, képes legyen uralkodni magán. Nem erről van szó, hogy Mózes nem tudott uralkodni. Mózes végig gondolta, és azt mondta, most lépni kell, és a zsidó népet meg kell menteni, mert a Tóra jön a zsidó népet szolgálni. Ami lényegében azt tanítja meg minket, ha akarunk élni, akkor kell nekünk Tóra. Ha akarunk tökéletesen élni, és nem hiányosan élni, akkor kell nekünk a Tóra. Ez a célja az összetörésnek, és ez az legnagyobb dicséret, amit a Tóra talál Mózes életében, és ezzel méltatja a Mózes életét, és ezzel fejezi be a Tórát. A atyák bölcs tanításaiban mindig, amikor befejezünk egyet fejezetnek a tanulását, akkor idézünk azt a talmudi misnát, Ratzálkod és Balchol ez a Kotit Iszrael, Fichach Hirbelem Torah Mitzvot, az örökkévaló akart jót tenni a zsidókkal, ezért adott nekik sok tórát. Nem az, hogy jót tenni a tórával, és ezért megparancsolta a zsidóknak, hogy a micvákat kell gyakorolni, hanem a zsidóknak akart jót tenni, és ezért sok micvát adott nekünk. Ezt meg kell érteni. A Tóra nem veszi el tőlünk az életet, hanem tökéletesíti az életünket. Egy kicsit ide tartozik, Izraelbe volt egy intézmény, ami azzal foglalkozott, Tóra és tudomány. Mindenféle új technológiákkal foglalkozott, hogy ahol kell megkeresni az útat, hogyan lehet azt halachikusan jól megcsinálni. És akkor az volt a cég, ez egy ilyen alapítvány, ez egy intézmény volt, egy kutató műhely. Az volt a neve, a technológia intézmény a halachikus problémákkal. A halachikus problémákhoz. Azt mondta, erre rosszul van megfogalmazva, mert nem a halachának vannak problémák, hanem a technológiának vannak problémák. A halacha tökéletes. Azt jelenti, a tórai intézmény technológiai problémákhoz, mert nem halachikus problémák vannak. A kérdés, hogy mi jön segíteni minek, a Tóra jön minket segíteni, és ezért a Tóra által tökéletes lesz a mi életünk. Köszönöm a figyelmet, holnap estére Good Shabbat-t kívánok mindenkinek, délután 5-kor van tanulás a Szobod Gyurival, 6-kor van szombatfogadás nálunk a Vasváriban, Vasvári Pál utca 5 a 6. kerületben, 7 órakor van a péntegesti vacsora, közösségi vacsora, ahol tanítak is, és beszélgetünk, és mindenkit szeretettel várunk. Szombat reggel, ahogy most, ma is beszéltünk, 2 órát fogunk olvasni, a heti szakaszt és a Vöröstehennek a fejezetet is. Mindenkit szeretettel várunk, mindenki legyen ott, Isten segítségével holnap majd folytatjuk. Vasárnap, majd utána lesz következő tanítás, vasárnap este, és most egy új könyv jelent meg Zsidó családok pápán, erről fogok beszélni vasárnap este. Mindenkit szeretettel várunk, Good Shabbat-t kívánok mindenki.